Jó estét kívánok! Egy régi egyesület nemrég kapott fiatalos, friss lendülettel, most még elsősorban a röplabdában elérve sikereket. Ez a MÁV előre, amelynek korábbi történelmi érdemeit szinte nem is lehet mind felsorolni, és aki Székesfehérvár sportját régóta követi, az jól tudja, hogy ezen a néven működő egyesület milyen remek eredményeket ért el. Néhány éve kapott gyakorlatilag, lehet úgy mondani, új lendületet a MÁV előre projekt, a klub elnöke pedig Nagy Róbert lett, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban, akit hát a székesfehérvári röplabda életből egyébként is korábbról is jól ismerünk. Robi, köszönöm, hogy bejöttél. Először egy kis személyes vonatkozással kezdjük. Az 50. születésnapodat ünnepelted nemrég, ami hát méltó évforduló akár a MÁV előre történetéhez is. És hát úgy tudom, hogy a röplabda is játszott szerepet itt az ünnepi programban, hiszen a barátaid megleptek valami kis nosztalgikus röplabdázással. Igen, én is köszöntöm a nézőket. Megleptek, igen, de még pont mondtam is nekik, hogy volt a 41-en is egy meglepetés szülinapom, és mondtam, hogy hát én már 50 évesen nem fogok én itt meglepetés szülinapot ünnepelni, hanem én megszervezem magamnak, és én elkezdtem szervezni az 50. születésnapomat, és hát nagy meglepetésemre pont a napján elvittek engem Győrbe, a régi győri Széchenyi Egyetemnek a csapata ellen játszottunk, akikkel ezelőtt, hát kb. 30 évvel játszottunk az első meccseket, és akkor egy ilyen a Rába kupán, Győrben kb. 15 éven keresztül minden nyáron játszottunk előlük, meg hát természetesen az akkori NB2-es bajnokságba, NB1-es bajnokságba, tehát tényleg egy olyan nosztalgia mérkőzést is szerveztek. Játékvezetőkkel, Oltner Lajos és Györök Zoltán volt NB1-es játékosok, játékvezetők voltak, hivatalosan játékvezetők, és egy nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, úgyhogy nagyon tetszett. Mégis csak volt meglepetés, gondolom a hálót nem kellett azért lejjebb engedni, még át tudjátok ütni rajta a labdát, ha nem is hát, a fizikum érvényesül feltétlenül. Hát lejjebb engedték azért, de igen, azért lejjebb vitték a hálót. Ez minden esetre azt mutatja, hogy már akkor, és hát gondolom, hogy később te, amerre dolgoztál, fontosnak tartottad, hogy kicsit a családias légkör az jellemző legyen a röplabdára is ezek szerint, mert hogy azért még mindig tartjátok a kapcsolatot, illetve hát ezek szerint ezek a régi emlékek igen élénken élnek. Igen, igen. Nekem az egyik legfontosabb így hogy úgy mondja, a vezetőségem során, tehát mind a cégemnél is, meg a kluboknál is, hogy ez a belsőséges hangulat meglegyen, és olyan kapcsolatokat ápoljak az ellenfeleinkkel is, tehát azokkal a rivális csapatokkal is, akikkel hát a bajnoki pontokért játszunk, hogy nyugodtan tudjunk egymással leülni, és azt mondani, hogy ez egy jó kis sportszerű meccs volt, és ha kikaptunk, akkor gratulálok emelt fővel, hogyha meg nyertünk, akkor meg büszkén fogadom a gratulációkat. Tehát ne legyen, tehát abszolút bennem nincsen olyan, hogy itt valaki olyan rivális, hogy akkor tönnek ilyen kard-kikard mérkőzés vagy verseny. Lehet, hogy a sport szellemében ez nem mindig csodálkoznak is rajtam, amikor egy vesztes meccs után tudok nevetni. Igen, nekem ilyen az életfilozófiám is, meg úgy általában a felfogásom. A fehérvári röplabdával mikor kapcsolódott össze a pályafutásod? Hát egész pici voltam, 12 évesen, amikor egy új testnevelő Borbély István jött a Libri általános iskolába, és akkor én öttusáztam, és hát megmutatta nekünk ezt a játékot, és pont így szeptemberben még akkor a nyári öttusát, alapozást azt még megcsináltam, és szeptemberben, amikor jött, és akkor megmutatta a játékot, mert gondoltam, hogy itt az iskolában van ez a sport, és akkor elkezdem. Sok barátom volt, akikkel együtt elkezdtük a játékot, és hát egy év után már megmérgeződtem ezzel a játékkal és a szeretettel, mert az azért előre vetíthető volt, hogy én nem leszek egy magas játékos, és éppen ezért, de nagyon szerettem a játékot, meg most szeretem a mai napig is, és hát én körülbelül olyan 15 éven keresztül én a cserepadon ültem végig, mert nem sok lehetőséget kaptam,
és akkor ezt lehet azt is mondani, kiültem a helyem, és amikor újraindult itt Székesfehérváron a röplabda, akkor már azért sokat pályán is voltam, meg hát szerveztem a játékot. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyjából egyidősek vagyunk gyakorlatilag teljes egészében, és nekem azok az igazi fehérvári férfi röplabdához kapcsolódó emlékeim őszintén szóval nem nagyon vannak. Azt tudjuk, hogy a női csapat 70-es években, 80-as években egy óriási küzdőképes, fantasztikus társaság volt, remek hangulatú meccsekkel. A fiúk viszont, akik most ugye már első osztályban szerepelnek a MÁV előre színeiben, sokáig nem tudtak hasonló szinten teljesíteni. Mikor indult meg valamiféle fejlődés ebben is? Tehát a mostani jelenkorban. Már ott vagyunk egyébként a jelenlegi röplabdázás színvonalát tekintve, hogy lehetőségeink már vannak arra, hogy tehát az NB1-ben már a középmezőnyben tudunk játszani, és hát ez itt igazából pénzkérdése is lenne, hogyha hoznánk jobb játékosokat, a válogatottakat, akkor lehetnénk a bajnoki címért is játszhatnánk. Csak itt ennek én vagyok egy kicsit a gátja, mert nekem a lokál patriotizmusomból adódóan én azt szeretném, hogy székesfehérvári játékosok alkossák a csapat gerincét. Ez a vezetőedzővel néha egy ilyen kis összefeszülés is, vagyis hát az ő érdeke természetesen az, hogy bajnoki címért játszunk. Nekem, mint vezető, bármilyen furcsa is, nekem meg az a fontos, hogy fehérvári játékosok épüljenek be, és a fehérvári játékosokkal, hogyha oda tudunk érni. Természetesen kell azért egy-két igazolt játékos, de én azt szeretném hosszú távon, hogy a fehérváriak legyenek, és ehhez még egy pár évet a középmezőnybe kell eltöltenünk. Nyilván ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az kell, hogy az utánpótlásból jöjjenek fel tehetségek. Ezen a téren tényleg most már mondhatjuk, hogy jó pár éve azért elképesztően nagy munka zajlik. Van, ami talán más sportágak számára is példaértékű lehet, ugye olyan iskolai kapcsolat, olyan intézmény, amelyik kifejezetten a röplabdát tűzte az ászlajára. Úgyhogy most így rád nézek, a pólódon is ott van a Fésűs Röplabda Akadémiának is a jele, tehát hogy akár akadémiai, akár alacsonyabb szinten is nagyon megszerveztétek a röplabdát itt Székesfehérváron. Igen, hát először volt az akadémia, előtte más neveken természetesen, de most azért is adtuk ezt az akadémia, Fésűs Akadémia nevet, vettük fel, mert tényleg az a célunk, hogy egy széles bázist építsünk ki, és nem feltétlenül, igen, Irénke néni gondolkodása a verseny szelleméből adódóan gondolhatnák, hogy itt vérprofizmus van, és akkor csak az első hely a jó, és nincs más lehetőség. Alternatíva ő számára nincs is egyébként, és ezt tiszteletben is tartom. Viszont az én számomra pedig az a fontos, hogy egy olyan alapot, egy olyan bázis teremtsek, aki nem akar versenyélsportoló lenni, vagy versenysportoló legyen, akkor ő tudjon egy megyei bajnokságban indulni majd, vagy tudjon NB2-be játszani, vagy akár a helyi mixerpabda csapatunkba kapjon helyet. Tehát nekem az a fontos, hogy mindenki megtalálja itt a fehérvári röplabdában a számítását. Milyen módon tudtatok neki kezdeni megszervezni ezt az utánpótlást? Nyilván el kell menni a gyerekért, hiszen Fehérváron rengeteg egyéb sporták közül választhatnak. Mit kínál a röplabda, hogy mivel tudtátok megfogni azokat, akik végül is ezt a sportágat választották? Hát az iskolákban, amikor elkezdjük, tehát van a bázisiskolánk, a felsővárosi iskola, ahol alapvetően ott ez a fő sportág, ezt támogatja az igazgató úr, támogatják a testnevelők, ezt a gyerekeknek, hogyha célszerűen vagy megfelelően tálaljuk, bemutatjuk nekik a sportágokat, és megszerettetjük, úgy, ahogy velem az István bácsi, az edzőnk megszerettette, akkor tehát alapvetően ez egy pedagógiai feladat, vagy pedagógusi és edzői feladat. Hogyha pedig elmegyünk más iskolákba, akkor ott bemutató edzéseket szervezünk, diákolimpiai versenyeken, hogyha látunk ügyes gyerekeket, és nem sportolnak, nincsenek elköteleződve a más fehérvári sportágak felé iránt, akkor megmutatjuk nekik, hogy van egy lehetőség itt nálunk versenyszerűen sportolni. Így elég sok fiú és lány is, főleg fiúk jöttek hozzánk, és akkor itt
vannak, akik úgy felveszik úgy a fonalat, hogy versenysportolók lesznek, és vannak, akik pedig maradnak a hobbi szinten. És most jelen pillanatban mekkora utánpótlással dolgoztok? Létszám szerint 160-an vagyunk, akik ténylegesen aktívan járnak edzésre, mozognak nálunk. Ebbe beletartozik a Budapest bajnokságban szereplő csapataink, be is beletartoznak az U21-es bajnokságban, és beletartoznak az U10-es kis szupermini manó csapataink. Tehát egy egészen 8 évestől 21 évesig átölelően vagyunk ennyien. És hát még van azért egy ilyen 10-20, aki valamikor itt a versenyengedélye rendelkezik, igazolt, de most jelenleg nem annyira aktív a klubunkban. Hány helyen tudtok edzeni? Azért a létesítményhelyzet röplabdában eléggé kulcskérdés. Mondom még egyszer, egy olyan városban, ahol azért egyéb teremsportok is igénylik nyilván a tornatermeket. De hát ráadásul az a belmagasság, ami mondjuk egy NB1-es mérkőzés, ez minimálisan szükséges, az is csak ilyen kompromisszumokkal van meg. Igen. Hát most erre, ami alkalmas, a Jáki szakközépiskolát, ott játsszuk az NB1-es mérkőzéseinket. Ezt elfogadta a szövetség. Világítás, kifutók méretei és a többi tényleg kompromisszumokkal, de van egy kis lelátója, tehát ezt így elfogadta a szövetség, és erre azt mondták, hogy ez hosszú távon is lehetséges, hogy itt akkor tudjuk szervezni az NB1-es mérkőzéseinket. És akkor van mellette a még MRS által elhitelesített terem a Felsővárosi Iskola és a Bugátnak a terme. Ezek már tényleg csak az utánpótlásra. Tehát a Bugát termét már a U21-es bajnokságra már nem hitelesítették, meg MB2-re, hanem ott az U18-ig lehet csak játszani. Annak nagyon pici a belmagassága. Úgyhogy és akkor a Felsővárosiba pedig az MB2-es lánycsapat játszik, de ők is, hogyha tovább lépnek, akkor jönnek majd át a Jákiba. És akkor még gyerekeink vannak az István Király általános iskolába, ciszterci gimnáziumban tartunk edzéseket, úgyhogy, ja, és a Szénatéribe is elkezdtük kis szupermini manó. És vannak erre vonatkozóan esetleg már részebb terveitek? Ugye a röplabda is benne van a TAU sportágak körében, ami azért sok sportágnak segít a körülmények profibbá válásában, de hát sokatszor kerül elő ez a körülmény, hogy Fehérvár azért nem lehet egyszerű a sok egyéb között. Igen. Hát hosszú távú tervünk, hogy szeretnénk egy saját kis létesítményt összehozni, ahol tényleg úgy tudunk edzeni, akár három pályán egyszerre, tehát egy ilyen kis munkacsarnokszerűséget, ahol talán egy két sor lelátó van, hogy tényleg az egy hazai pályánk legyen. Két dolog miatt fontos ez szerintem, hogy ez azért már versenysport, és a versenysportnak nem szabadna elvenni az iskolai és a hobbi sporttól a termeket, az általános iskolákat. Ezért én azt gondolom, hogy ezért is jó lenne, hogyha lenne egy saját csarnokunk, mert akkor felszabadulna egy jó mennyiségű terem délutánonként, ahova bemehetnének azok a sportszakosztályok, egyesületek, akiknek nincsen akkor a helyi igényük, és esetleg itt tudnák használni az iskolai termeket. És a piciket esetleg meg bent tartanánk egy ilyen iskolai foglalkozás keretein belül, tehát ilyen 10-12 éves gyerekeket, azokat nem kéne a csarnokba vinni. Tehát nagyjából ez a hosszú távú tervünk, hogy egy ilyen munkacsarnokot szeretnénk. Van erre valami esély vagy remény? Igen, köztudott, hogy miniszterelnök úr is a MÁV előrének volt valamikor a sportolója, és én megkerestem, bátorkodtam egy levelet írni neki, hogy mint volt MÁV előr, és akkor ha tudna valami, bármi esélyt arra, hogy lehetőséget lát, hogy egy picit támogatást szerezzen ennek a lehetőségnek, hogy itt legyen egy saját kis csarnokunk, akkor ez nagy segítsége lenne a MÁV előrének. Azért is, mert hát egy 110 éves klub, az idén lesz 110 éves a MÁV előre, és azt gondolom, hogy megérdemelne
egy ilyen központot, mert volt a Mávelőrének pár telephelye, a Prohászka Ottokár úti kézilabdapálya, akkor a Mávelőre labdarúgó pálya, takarodó, így van. És hát sajnos ezt most nem tudjuk használni, ezeket a létesítményeket, mert akár oda is lehetett volna egy csarnokot építeni, úgyhogy most ott tart a helyzet, vagy ott tart az építés ügye, vagy a létesítmény ügye, hogy a Váci szakközépiskolának elég kicsi a tornaterme, és a jelenlegi TAU lehetőségeket kihasználva, és egyéb lehetőséget kihasználva, ott elkezdtünk egy ilyen felméréseket végezni, hogy férne oda el egy olyan tornacsarnok, amit az iskola tanulói is tudnának használni, a környékbeliek is tudnának használni, és akkor a Mávelőrének a terem sportjaihoz, a kézilabdához, a röplabdához egy megfelelő bázis lehetne. Na, ha már a csapatokról beszélünk, a fiúkról mondtuk, a röpisekről, hogy nagyon szépen szerepelnek, hogy ők az első osztályban érdekeltek. A bajnokság jelenlegi állomása, vagy periódusában, ha jól tudom, akkor még veretlenek is. Majd most vasárnap lesz egy nagy rangadó Sümeg ellen hazai pályán, úgyhogy aki tudja, az nézze meg esetleg a Jákiban, tényleg egy jó hangulat, vagy egy röplabda meccs. Maximálisan elégedett vagy velük? Mi lehet ott a legnagyobb cél? Én azt gondolom, hogy pici kiigazításra szorul hogy két vereségünk sajnos van, egy vereségünk van, és 3-2-es győzelmeink vannak, ez a furcsa számolás a röplabdában. Tehát az a célunk, hogy az alapszakaszt így a Sümeggel megvívva ezt a csatát, akkor megnyerjük ezt az NB1 alapszakaszát, és innen akkor egy jó pozícióból várhatjuk a rájátszásokat, amit majd későbbiekben a legjobb eredményünk az akár az is lehet, hogy az Extra Liga 5. helyén végzünk, és hát hogyha a legrosszabb eredményünk, meg lehet ilyen 7.-8. hely, én azt gondolom, hogy itt az NB1-nek ez az eleje, a 6.-7. hely, nekünk az lenne a realitás, hogyha azt meg tudnánk hozni. A lányok pedig ugye tavaly is már szerettek volna feljutni az NB2-ből, nagyon-nagyon fiatal csapatról beszélünk, gyakorlatilag utánpótlás korú gyerekekről, ezzel együtt hát Félsüsérje maximalizmusát ismerve nyilván ő már akkor is és most is ezt akarja, és nagyon jó úton járnak, tehát akkor gyakorlatilag jó esély van rá, hogy jövőre két első osztályú csapata lesz a Mávelőrének. Igen. Hát tavaly igen, a nyugati csoportba került az a Balatonfüred, akik már az NB2-es bajnokságra szerb és amerikai játékosokkal erősítve, hát nem is tudom, tehát ők bebiztosították maximálisan a helyzetüket, és meg is nyerték, fel is jutottak az NB1-be. Nekünk ez nem volt akkor szerintem, mert másodikak lettünk mögöttük, és hát csak az első az, aki játszhatott az NB1-be jutásért, a kelet és közép csoportnak az elsőjével, és most az idén most mi vagyunk azok, akik olyan pozícióba várjuk, ők abszolút veretlenek, talán egy szettet vesztettek egész szezonban, és még azt is mondhatom, hogy olyan 20 környékére jöttek a csapatok, tehát úgyhogy tényleg Irénke néni maximálisan felkészítette ezeket a játékosokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatnak a 90%-a csak saját nevelésű. Most van egy veszprémi segítségünk, és hát Irénke néni sem bízta a véletlenre. Azt mondta, hogy az idén mindenképpen fel szeretne jutni, és most az átigazolási, vagy a versenyengedély kiadásának az utolsó napján mi is leigazoltunk egy amerikai játékost erre a 4 hónapra, azért, hogy biztos, hogy az NB1-be jussunk. Ott aztán ő nem lesz jövőre valószínű, mert hát azért őt nem fogjuk tudni mi kifizetni. Ő megy majd tovább Európába, vagy valahova máshova játszani. Hazai játékos viszont biztos, hogy kell majd azért hoznunk, mert ezek a 17 éves lányok még azért egy NB1-es bajnokságot szerintem idegileg sem tudnak még teljesen végig játszani, vagy ha végig is játszák, azért nagyon hullámzó teljesítménnyel. És azért szeretnénk, hogyha nem csak átutazó jegyet váltani az NB1-be, hanem ők meg is maradjanak. Sok utánpótlás válogatottunk van, 3-4-en is vannak, úgyhogy
szerintem megérettek a feladatra. És amikor az egész Marvel-őre projekt, ha lehet mondani, új lendületet kapott, és te is lettél az elnök, akkor azért más szakosztályok is előkerültek, hiszen tényleg, ahogy említettél is, ennek a klubnak azért nagyon komoly hagyományai vannak. Most az összképpel, ami a Marvel-őre jelenlegi helyzetét illeti, mennyire vagy elégedett? Lépésről lépésre haladunk. Van, aki szeretné, hogyha már sokkal előrébb tartanánk. Én teljesen úgy gondolom, hogy rendben vagyunk ezekkel a lépésekkel. Kézilabda visszatért a Mávelőrébe, röplabda visszatért a Mávelőrébe, úgyhogy életképes, és tényleg mérkőzések vannak, utánpótlást nevelünk. Most az, hogy szerződésben a Fésűs Akadémiával, meg az Arkesével, de neveljük az utánpótlást a Mávelőrének, úgyhogy jöttek új szakosztályok, a dárc és a rúdsport. A sakk sajnos szakember hiányában megszűnt, és átigazoltak a másik fehérvári klubhoz, a Fehérvár sakk eséhez, és még a labdarúgás az, amit szeretnénk mindenképpen újraéleszteni. Elkezdjük fiatalokkal, egész pici korosztálytól az utánpótlás nevelést, és azt szeretnénk, hogy itt a Mávelőrébe visszatérjen a labdarúgó élet. Hát ezzel kezdődött, akkor ezt nem szabad hagyni, hogy a Mávelőrében ne legyen labdarúgás. Igen, hát van már labdarúgó szakosztály Székesfehérváron. Van néhány. Biztos, hogy, igen. Biztos, hogy mondhatják, meg lehetnek olyan hangok, hogy hát akkor minek még a 18. is. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor kezdte a Mávelőre, akkor az első volt, vagy az első között. Én úgy tudom, a Mávelőre a legrégebbi szakosztály, vagy klubja Székesfehérvárnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt teljesen jogos az igény és a felvetés és az akarat arra, hogy itt a labdarúgás újra bejöjjön. Hát nem akármilyen tervek ezek, azon gondolkoztam közben, hogy most tulajdonképpen így módon akár azt is mondhatjuk, hogy egy nagy egyesületnek vagy az első ember, hiszen felsoroltál itt azért 4-5 szakosztályt. Mennyire látod azt a mai magyar sportban, hogy ennek van létjogosultsága? Ugye egyre inkább azért a gazdasági alapon működő, vagy éppen államilag támogatott egyes sportágat vonó, címerpajzsra emelő egyesületek azok, amelyek meg tudnak maradni akár eredményes szinten is. És hát ez a sokszakosztályos modell, ez egy kicsit így eltűnt az idők süllyesztőjében, bár persze budapesti példákat tudunk mondani, a tradicionális nagy egyesületeket. Igen, hogyha a tradicionális nagy egyesületeket említetted, én azt gondolom, hogy a Mávelőre is egy tradicionális nagy egyesület lesz, mert abszolút megvan ez a törekvés. A város részéről is van erre igény, hogy egy ilyen ernyőszervezetként azokat a szakosztályokat vegyük ide a Mávelőre színei alá, akik esetleg egy lehetőséget kaphatnak egy nagyobb csapathoz tartozni, egy nagyobb családhoz tartozni. Hát ha a pályázati lehetőségek is jobban megnyílnak számukra, tehát van ebbe azért lehetőség. Igen, benne van az is, hogy amikor majd lesz itt 10 szakosztály, akkor ott a 10 szakosztály, akkor egy tábor fog majd úgymond csemegézni, és akkor biztos lesznek ott is hangok, hogy itt ők miért nem, stb. Ezeket kell majd lemenedzselnem, úgyhogy feladat adott. Így van, úgyhogy akkor a következő 50 évre is van bőven. Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és természetesen sok sikert a röpisek és az egész egyesület számára a közeljövőre. Nagyon szépen köszönöm. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!